A védőnőkre vonatkozó bértámogatás miatt kellett minél hamarabb döntést hoznia a város képviselőtestületének. Jelenleg az önkormányzat rendelkezik az egészségügyi ellátáshoz szükséges engedéllyel, finanszírozási szerződéssel. A feladatot a fenntartásában működő bölcsödei és védőnői igazgatóság látja el. A védőnök munkáltatója viszont a BÖVI. Bértámogatás azonban így a megváltozott törvényi szabályozások miatt nem lehetséges. A ma tárgyalt előterjesztés célja az volt, hogy a BÖVI szerezzen működési engedélyt az egészségügyi alapfeladat ellátásához, és kössön közvetlenül finanszírozási szerződést az önkormányzat helyett, annak érdekében, hogy foglalkoztatóként jogosult legyen a védőnői bértámogatásra. A képviselők egyhangulag támogatták az előterjesztést. Módosítani kellett a Csengettyűs utca felújítására beadott pályázatot, amely mellékletként megküldött tervezői költségvetés tartalmazott ugyanis olyan elemet, a füvesítést, amit a pályázati kiírás nem támogat. Korrigálni kellett tehát a beruházás költségvetését. A testület mai döntésével a füvesítést törölte a pályázatból. A terület rendezését saját forrásból valósítja majd meg a város.